Minden a munka megkezdésére utal az emlékparkban. Lapát, kalapácsok, talicskák minden irányban, és persze kalapálás. A Kosztolány Dezső szabadkai íróról készült szobor ezen a platón kap majd helyet. A talapzatot addigra gránit burkolattal fedik be. A jelenlegi díszkövek helyét sárga és szürke lapok váltják fel. 6 új padot is elhelyeznek majd a parkban, a világítás és a növényzet is megújul. A virágok, ugye úgynevezett hortikultúrát, azt majd a legvégén fogjuk elhelyezni, de az már a záró akkordja az egész eseménynek. Az életnagyságú Kosztolányi Dezső bronzszobor már novemberben elkészült, Szarabka Tibor alkotása. Nagy visszhangot keltett a sajtóban a lázadó íróról, a Szabadkai Gimnázium egyik leghíresebb diákjáról készült alkotás. Sokan kifogásolták azt, hogy 2 kosztolányi szobor lesz egymástól néhány méterre, és azt is, hogy több más neves diákja is volt az intézménynek. Lovas Ildikó az MNT kulturális tanácsosaként bízik abban, hogy sikerül megoldani a problémát. Reméli, a gimnazista Kosztolányit ábrázoló szobor egyrészt annak a szellemiségnek fog teret adni, amit Kosztolányi képvisel. Másrészt segít a városunknak abban, amiben a Magyar Nemzeti Tanács egyébként élen kíván járni, hogy a többi nemzeti közösséggel, nemzeti tanáccsal leüljön és megbeszéljük, és a gimnázium vezetőségével hogyan tudunk kialakítani egy olyan teret, akár a külső falán a gimnáziumnak, akár belül, ahol mindazoknak, akik fontosak, Száva Babits például, hogy visszatérjek, ugye, a szerb-magyar irodalom fordítójaként, mennyi mindent tett, így van, annak érdekében, hogy kulturális irodalmi életünk összeérjen. A tervek szerint a Kosztolányi Emlékpark az író születésének 129. évfordulójáig, azaz 2014. március 29-ig elkészül. A park kiépítésének kezdeményezője a Magyar Nemzeti Tanács.